Az 1776-ban épült Erdély egyik legimpozánsabb barokk épületegyüttese, a nagyváradi római katolikus püspöki palota, több évtizedes pereskedést követően 2004-ben került vissza az egyházhoz. Miután az államosítás során a román állam több jeles egyházi ingatlannal és ingósággal együtt elvette a katolikusoktól. A Patacsics Ádám püspök által emeltetett épületben a kommunizmus alatt évtizedekig a Körösvidéki Múzeum működött, mely alaposan lelakta az épületet. Böcskei László Nagyvárad 82. megyés püspöke volt, a visszaszerzett épület első lakója. Tudta, történelmi időben vette át a palotát, melynek teljes helyreállítása és az egyházi művészeti kulturális életbe való visszakapcsolása lesz a fő feladata. Egyre inkább tudatosult mindenkibe, hogy az egyház visszatért az épületbe, és hogy az egyháznak itten szerepe van, és ami nagyon fontos volt, hogy sikerült úgy megértetnünk a környezetünkkel, azokkal is, akik várták az épület visszaszolgáltatását, de azokkal is, akik még mindig ellenezték és kifogásolták. Sikerült megértetnünk azt, hogy az egyháznak tervei vannak, és hogy igen, nem semmit tevéssel akarjuk, majd semmitevően akarjuk mi ezt birtokolni, hanem igen, szeretnénk visszahozni régi pompáját, és ami nagyon fontos, a funkciókat úgy meghatározni, hogy az épület az nem egy püspöki, mondjam úgy, rezidencia legyen, hanem a közösségnek a javát, a közösség építést szolgálja. Megszületett nem csak az ígéret, hanem egy döntés is, hogy a magyar állam támogatni fogja ennek az épületnek a felújítását, mégpedig egy olyan összeggel, amelyet 3 évre lebontva fognak biztosítani a mi számunkra. Annak érdekében, hogy lehetőleg őrizzük meg az épületnek a régi jellegét, stílusát, de ugyanakkor ugye a mostani igényekhez is tudjuk ugye közel vinni, illetve a meghatározott céloknak is megfelelően tudjuk alakítani ezt az épületet. Ugye a múlt találkozik a jelennel azért, hogy a jövőbe mutasson, és ezért ugye odafigyelünk nagyon arra, hogy értékeinket tudjuk megfelelően őrizni és megmutatni, ezért vannak kiállítótermek, és egyházmegyénk egyházművészeti gyűjteménye már ugye helyet kapott. Jelentős múzeumnak van egy vezérdarabja. Egy olyan műtárgy, amiről a világon akárki oda látogat, tudja, hogy az ott van, és ez egyfajta brandje, egyfajta jelkép a múzeumnak. Ugye ilyen a Mona Lisa Louvre-nek, ilyen mondjuk, nem tudom, már Raffaello mennybe menetele, mennybe vétele a Vatikáni Múzeum számára. A nagyváradi gyűjtemény Mona Lisája, ha mondhatjuk így, tehát vezérdarabja, ez a gyönyörű szép 15. század végén, vagy 16. század elején fatáblára festett Madonna kép, aminek az attribúciójáról nagyon komoly viták folynak a mai napig. Amikor feltűnik a történetben a 17. században, méghozzá Vilmos Lipót herceg gyűjteményében a Németalföldön, akkor ez Giovanni Bellininek, ugye a velencei reneszánsz egyik legnagyobb jelentőségű művészének tulajdonították. Innen került Mária Terézia királynő tulajdonába Bécsbe, és abból a gyűjteményből, amiről aztán később a Bécsi Kunsthistorische Múzeum kinőtt, Mária Terézia, mint egy 24 darabból álló gyönyörű sorozatot ajándékozott Várad akkori püspökének, Forgács Pálnak, amelyből csak 2 darab maradt fent a mai napig. Ez a gyönyörű velencei vagy németalföldi, rendkívül értékű, gyönyörű szép Madonna kép. Mivel ezt hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül Belényesből őrizték, ezért mi Belényesi Madonnának hívjuk, és így is kezd a tudományos köztudatban elterjedni, illetve egy gyönyörű szép Palma Vecchio kép maradt fent ebből a gyűjteményből. Ezek tulajdonképpen olyan darabok, amelyek Európa bármely múzeumában bizton megállnák a helyüket a vezérdarabok között. Látható műtárgy egy igazi különlegesség.
Polentári Ferenc váradi kanonok úrmutatója, amit a Székesegyház számára készítetett Bécsben 1750-ben. Ez egy körül közel 5 kg súlyú aranyból, illetve aranyozott ezüstből készült, valamint 154 különböző drága és féldrága kővel díszített monstrancia, amely mindvégig a váradi egyházmegy egyik leglegendősebb műtárgya volt. Majd az 1950-es években államosították, és a bukaresti Román Nemzeti Történeti Múzeumba került. Onnan 1992-ben az akkori váradi főpásztor Tenfli József püspök atya hozta haza Nagyvárad számára, aztán még hosszú éveken keresztül papíroztuk azt, hogy ez jogilag is hozzánk kerülhessen, és ma a gyűjteménynek nem csak kiállítás, hanem használati darabja is, hiszen egyszer-kétszer egy évben húsvétkor úrnapján bizony elővesszük, és még a szentmise liturgiában használjuk. Palota restaurálásának egyik különleges érdekessége és újdonsága az volt, hogy a falkutatások nyomán előkerült egy nagyon masszív, nagy felületű, viszonylag jó állapotban megmaradt 18. századi falkép együttes, amelyről korábban a művészettörténet semmit sem tudott. Ennek az az oka, hogy ezt az 1770-es években Patacsics Ádám, ugye a püspöki palota építetője, rendelte meg, festette fel a falakra, két kéz dolgozott egyébként ezen a munkán, egy olasz iskolázottságú kéz, egy gyönyörű szép mediterrán tájakat, tengeröblöket festett ezekbe a belső terekbe, illetve egy flamand németalföldi képzettségű kéz. Ez ugye soha nem a festő nemzetiségét, inkább csak az iskolázottságát jelenti. Óriási méretű vedutákat, falképeket festettek. Ez az 1770-es évek közepén keletkezett, és már 1830-ban letakarták őket, átfestették őket. Visszamutat a múltba ez az épület, de mégis hozzásegít ahhoz, hogy mi a jelenünket itt megéljük, és ha lehet, akkor tegyünk is hozzá valamit, úgyhogy a jövőben rólunk is elmondhassák az emberek azt, hogy hozzátettünk valamit ehhez az örökséghez.